Önök a Kultúrszobát, a Tolnatáj Televízió kulturális magazinját látják, köszöntöm nézőinket. A Vármegye házi esték sorozatban ezúttal Rafai Ernő történész előadását hallgathatták meg az érdeklődők, aki Ady Endre életének olyan részeire világított rá, mint a Nyugat című folyóirattal és a szabad kőművességgel való viszonya. Rafai megítélése szerint mindaz, ami Adit európai szintű költővé tette a szerelmes verseiben és az istenkereső művekben lelhető fel. Ám a kor politikai harcaiban résztvevő költészete Rafai szerint nem tartozik a művészet magas minőségébe. A Nyugat mindmáig úgy él a köztudatban, hogy a 20. század első felének legnagyobb hatású, magas példányszámú, jelentős befolyású folyóirata volt. Ugyanakkor, bár ez kevésbé közismert, fontos szabadkőműves orgánum, mondta kutatásai eredményeiről Rafai Ernő történész. A főszerkesztő, Ignótusz, a Budapesten működő legnagyobb szabadkőműves csoport, a Demokrácia Páholy helyettes főmestere, vagyis második embere. Fölkészülés arra, hogy a Nyugatot létrehozzák, az tudatos volt. Egy példát mondok, a Demokrácia Páholy iratanyaga, Országos Levéltár P. szekciójában megtaláltam azt a vitát, amit a Páholyon belül titokban csináltak, hogy most van a szabadkőművességnek, most már lesz napilapja, ez lesz majd a Világ című lap, van folyóirata, kettő, a Progresszió, a Dél és a Kelet, tehát három, a Kelet volt a hivatalos lap, és kellene egy szépirodalmi, de politizáló lapot csinálni. Na, ez lett a Nyugat. Ez lett a Nyugat, és az Ady és a Nyugat című könyvemben, hát valami 300 akárhány oldalon ennek a történetét írom meg. De nem csak az, hogy hogyan csináltak egy lapot, hát bejelentették, stb., hanem ennek az eszmetörténeti ideológiai részét. Ady 1908-tól csak a Nyugatban publikált verseket. Ezzel a kizárólagossági megállapodással a szerkesztők magukhoz láncolták. Akkor Magyarország liberális mintaállam volt, tehát semmi szükség nem volt arra, hogy titokban működjenek. Azonban a szabadkönyvesség akkori vezetői fölkérték Jászi Oszkárt, tehát az egyik Ady könyvemben, vagyis a Jászi Oszkárról szóló politizáló szabadkönyvesség című könyvemben leírom, fölkérték a nagypáholy egyik vezető személyisége, hogy csináljon ő, szervezzen ő egy szabadkönyves páholyt, amelyben liberális és szociáldemokrata politikusokat, értelmiségeket, költőket, írókat, politológusokat, szociológusokat, Jászi Oszkár, Pikler Gyula, Ady Endre, Bölöni György, 200 nevet tudnék sorolni. Körülbelül 100-an tagjai is lettek a Martinovics Páholynak, úgyhogy Jászék 906-ban beléptek a Demokrácia nevű budapesti Páholyba, és amikor heten közülük 8-an pontosabban elérték a mestertestvér, tehát a harmadik fokozatú szabadkőmesi beosztást, akkor joguk volt önálló páholyt szervezni, és ekkor szervezték meg 908 tavaszán, április-májusában a Martinovics Páholyt. És ők úgy látták jónak, Jászék, hogy a szabadkőves titokban működő szervezetet, 102 páholy volt Magyarországon, 7400, majdnem 7500 szabadkőves, hogy azt a titkossága miatt jól tudják majd a belpolitikai küzdelmeibe használni. És majd a 10. szabadkőves kötetembe írom meg, annak az lesz a cím, hogy szabadkőmesek Magyarország élén, hogy 908-tól készültek arra Károly Mihály gróffal, akit én nem Vörös grófnak nevezek, mert nem volt kommunista, hanem inkább csak ilyen rózsaszín gróf volt, tudatosan készültek arra, hogy majd átveszik az állami főhatalmat, és ez 18. október 31-én megtörtént. Rafai kifejtette, szerelmi költészete a világirodalom legnagyobb alkotásai között említhető, ám politikai költészete ostoba, káros és művészileg is felejthető színvonalú. Több mint 120 éve zajlik a nagy vita, hogy most Ady nagy költő volt, vagy nem volt nagy költő. A helyzet az, hogy amire ön utal, az úgynevezett Ady kultusz. Itt most a Szekszárdi áldásom erről sokat fogok beszélni, mert Ady életében kialakították a barátai, akik hát nem kimondottan keresztény, magyar barát, ateista emberek voltak, Ignótusz, Fenyő Miksa, Hatvani Lajos báró, azt az Ady kultuszt, ami mind a mai napig él. Ugyanakkor el kell mondanom azt, hogy ezt amiatt csinálták, pontosabban a véget, tehát abból a célból csinálták, hogy Ady politikai nézeteivel az akkori keresztény magyar nemzetállamot megtámadják. Szóval az Ady kultusz az nem Ady verseire vonatkozik elsősorban, hanem Ady
radikális liberális és radikális szocialista nézeteire vonatkozik. Én magam, Adit, a feleségezért szerelmes versei, Csinszka versek, és az istenkereső versek miatt mondom azt, hogy az európai költészet csúcsa. A Nyugat következetesen durván támadta, és Adival is durván támadtatta elsősorban gróf Tisza István miniszterelnököt, de általában a keresztény magyar politikai elit és a katolikus egyház is alapcél keresztjében volt. A Lidával való viharos szakítást követően Adi önpusztítása a korábbiakhoz képest elhatalmasodott, napi 4-5 liter bor, 4-5 doboz cigaretta és a morfium uralta az életét, aminek ekkoriban lett a rabja. A felmaradt írások alapján dokumentált tény, hogy talán magánéleti válságából is menekülve 1912. március 15-én felvételi kérelmet nyújtott be a budapesti Martinovics Páholyba, május 4-én pedig letette a fogadalmat. Az akkori katolikusok, evangélikusok, unitárius, tehát keresztények általában kevesen léptek be a szabadkőmes páholyokba, reformátusok pedig sokan a római katolikus egyház elleni küzdelem miatt. Tehát ez egy nagyon érdekes, egy ilyen politikai harci szövetség keletkezett a radikális reformátusok és a radikális, de ateista zsidó szabadkőmesek között. A világnézete, a magyarsága, a kereszténysége miatt, és amiatt, hogy egy irtózatosan tehetséges ember volt. Az akkori politikai vezéreket, Apony Albert, Tisza István, az akkori katolikus püspököket, Prohászka Ottokár, Majlád Gusztáv, erdélyi püspök, Schlauch Lőrinc, nagyváradi bíboros, az akkori jobboldali értelmiségeket, Herceg Ferenc és a többi, hadd ne soroljam őket, durván támadta, ez az igazság. Az akkori stílushoz képest sokkal durvábban. Emiatt is szükség volt Adira. A tavaly elhunyt szekszárdi alkotó Hence Tamás grafikáiból és festményeiből nyílt kiállítás a Szekszárdi Művészetek Házában. Aknai Tamás, a kiállítást megnyitó művészettörténész véleménye szerint a képek jelentősége a tisztaságban és az egyértelműségben keresendő, mely az elfáradt közegben nyitott új kapukat. Hence Tamás Szekszárdon született, és mindmáig ő az egyetlen, akit művészetéért a városból Kossuth díjjal jutalmaztak. A 60-es években induló neo-avantgárd generáció klasszikusa volt. A 60-as évek nagy gesztusaitól fokozatosan jutott el a finomabb, gyakran a japán kaligráfikákat idéző megoldásokig, de a térbeniség problémájára fókuszáló geometrikus kompozíciók is szép számmal jelen vannak az életművében. Hence Tamás a 20. század harmadik harmadában kezdett el dolgozni, voltak éppen képzőművészként valamikor a 60-as évek közepén jelenik meg. A pályája sok sikertelen próbálkozással kezdődik, és sikertelen próbálkozások jellemzik is, nem veszik fel a képzőművészeti főiskolát sehova se, ő alkalmazott grafikus lesz. Egy olyan pályán indul, amely rendkívül technikai igényes, illetőleg a sebesség, a hatékonyság, az optikai méretek, a reklámgrafikánál gondoljuk egy moziplakátra, akkor még voltak moziplakátok, rendkívül ügyességet fejlesztettek ki benne a grafikai megformálással kapcsolatban, és nagyon sebesen dolgozott. Szerencsésen találkozott ekkoriban a megtűrt nemzedéknek, az akkor éppen pályára lépő 20-as, 30-as éveseknek egy csoportjával, a Budapesti Műhely néven később elhíresült társasággal, amelyek először deklarálták Magyarországon, és ez a szocializmus kellős közepén történik, hogy a kultúrában a korszerűség sokkal hamarabb megjeleníthető, mint a gazdaság, vagy a politika, vagy a társadalmi élet bármely szférájában, és teljességgel modernnek kell lenni. Hence Tamás korszerűsége a tisztaság, állítja róla Aknai Tamás művészettörténész. A korszak egyértelműen elvárta az alkotótól, hogy egyértelmű és tiszta rendszereket hozzon létre, hiszen maga a kor fáradt és avit volt. A korszak maga egy ilyen avitt és elfáradt posztimpresszionizmus volt, aminek a gyökerén még ott himbálózott a Munkácsy Mihály emléke is a tartalmában, a szocialista formájában, nemzeti ideológiájával.
És ebben a közegben, amely rendkívül fáradt volt már, és öreges, öregek is művelték egyébként, ebben valamiféle világosságot és tisztaságot kívántak láttatni. Hozzá kell tegyem, ez a nemzedék volt az, amelyik először hozzájutott azokhoz a rendkívül különös, misztikus törekvésekhez, amely Nyugat-Európát ekkoriban jellemezte, egy óriási átalakulás játszódik le a nyugat-európai vizuális kultúrában is. Ez a 60-as évek egyéb társadalmi jelenségeivel analóg volt, vagy párhuzamos volt. Megjelenik az opárt, megjelenik a hidegrealizmus, a pseudo művészetek, ilyen illuzionista művészetek jelennek meg, de ezek nagyon tiszta formanyelven rendelkeztek, kevés eszközzel dolgoztak, és rendkívül hatásosak voltak optikailag. Tehát mondjuk a Vasarely-re kellene gondolni, ő nagyon ismerős mi nálunk, és a népszerűsége nem véletlen. Hence Tamás eredetisége ebben a közegben például a színekben is rejlik, ő a szürkére koncentrál. Egy rettentően ravaszul működő szín ez, amelyet nagy intenzitású, kevés mozdulattal létrehozott, de titokzatos, geometrikus formával öltöztetett fel. Ő kitalálta az alkalmazott grafikusi tevékenységnél, ezért is időztem annyit, ő kitalálta a festékpöttynek a gumihengerrel történő szétdörzsölését, szétmosását, és ebből egy olyan plasztikus, nagyon érdekes illúzióteremtő, mélységteremtő hatás következett, amellyel, hogyha okosan bánik, akkor nagyon mozgalmas, különös, igen-nem típusú felületeket tud létrehozni, anélkül, hogy bármiféle csapongás, színesség, szertelenség jellemezni, vagy a véletlenek befolyásolnák. Hihetetlenül törvényszerű, ami a Hence grafikákban történik, illetve festményekben történik. És ha már egy ilyen új Hence festmény előtt állunk, akkor jegyezzük meg, hogy nagyon érdekes jellemző, bár ez késői képe már, nagyon érdekes jellemző, hogy a számára nagyon sokat jelentő személyes gesztust, kéznyomot, ami hát pszichogramként tulajdonképpen jellemről is beszél, és hangulatokról és véleményről is megfegyelmezi, sablon csinál belőle, és sablonok segítségével rendkívül idegen, mint egy kihűtve a forró mozdulatokat festi meg a képet. És benne a geometria, az igen, és a gesztus, a nem, vagy fordítva. Tehát mindenképpen nagyon feszült, érdekes és dekoratív, ugyanakkor egységes kompozíciókat tudott létrehozni. A Szekszedi Babits Művelődési Központ mellett Tolna megyében minősített közművelődési intézmény lett a Paksi Csengei Dénes Kulturális Központ is, melyhez több intézmény tartozik. A Csengein kívül a Dunakömlődi Faluház, a Cseresznyési Erdei Iskola és a Sóstói Tábor. 4 szakfeladattal nyerte el a kitüntető címet a Paksi Központ, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma adományozott. Budapesten a Hagyományok Házában rendezett ünnepségen vehette át a minősített közművelődési intézmény címért járó elismerést a 2 Tolna megyei kulturális intézmény vezetője. A kitüntetéseket a Magyar Kultúra Napja alkalmából adták át. A Paksi Csengei Dénes Kulturális Központ az ismeretterjesztés, a kiállítás, a rendezvény, valamint a tábor tevékenységek eredményes ellátásáért. Az elismerés átveszi Tell Edit ügyvezető igazgatóasszony. A Paksi Csengei Dénes Kulturális Központhoz több intézmény tartozik. A Csengein kívül a Dunakömlődi Faluház, a Cseresznyési Erdei Iskola és a Sóstói Tábor. 4 szakfeladat, amelyet pályáztunk, az a rendezvények volt,
a városi nagyrendezvények, illetve a kisebb intézményi rendezvények, a tábor, itt a határon túli magyar középiskolások olvasótábora, az ismeretterjesztő előadások, illetve a kiállítások. Mi szakmai programjainkat a tulajdonos fenntartó az elmúlt 3 évben 100%-osan támogatta, és nem csak a szakmai programok megvalósításában, hanem az infrastruktúrális fejlesztésekben is. Tehát a két erő és a két jó gyakorlat összeadódott egy kulturális elfogódottsággal és érzékenységgel rendelkező önkormányzat mellé felsorakozott egy olyan munkatársi munkaszervezet, amely szívügyének érzi a paksi és a környékbeli kulturális fejlődést, illetve egy olyan fajta intézményi minőségirányításban tudtunk szerepet vállalni és a minőségirányítást fejleszteni, amihez minden munkatárs szellemi energiája és fizikai ereje hozzájárult. Íme az öltözetet lány! Eredményesnek tartom a tekintetben is az elmúlt évet, és engedjétek meg, hogy ezt elmondjam, hogy nem csupán a Csengei Dénes Kulturális Központot minősítették, hanem minősített szálláshely lett a Cseresznyéskert Erdei Iskola is egy EFOP-os pályázat okán. Ez azt jelenti, hogy pályázati forrásból megvalósuló csoportokat tudunk fogadni a Cseresznyési Iskolában, illetve megköszönöm, és itt az ideje annak, hogy egy kicsit számot vessünk a 2018-as évvel, hogy az tulajdonos önkormányzat Szabó Péter polgármester úr támogatta a sóstói fejlesztéseket, a dunakömlődi beruházásokat, és nyilvánvalóan a cseresznyési ellátás minősítése is azon múlott, hogy a tulajdonos fenntartó hogyan áll hozzá az intézményhez. Paks városa olyan fokú támogatásban részesíti a Paksi Kulturális Központot a kötelező állami normatíván túl, mely példaértékű az országban. Én azt gondolom, hogy a Csengei Dénes Kulturális Központ egy nagyon fontos eleme, nagyon fontos ikonikus épülete, de nem csak épülete, hanem a tartalmával is nagyon sokkal járul hozzá Paksváros közművelődéséhez, amit ezúton is szeretnék megköszönni igazgatónőnek, és természetesen a Csengei Dénes Kulturális Központ dolgozóinak is, hiszen nem csak 2018-ban, de az azt megelőző években is a városi rendezvényeink szervezésében, lebonyolításában aktív résztvevői voltak, és én azt gondolom, hogy nagyon sok köszönhető az ő munkájuknak abban, hogy ezek a városi rendezvények ilyen színvonalon tudnak megvalósulni, nem beszélve arról az alapfeladatról, amit egyébként is ellát az intézmény. Minden munkatársunk nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!